Sziasztok, Taman 20 vagyok. Ez egy sakk gameplay, nem akármilyen sakk, hanem Battle Chess. A fehér oldal az itt most piros színű. A fekete oldal pedig kék színű bábukkal van, tehát ez meg van cserélve. A sakktáblán a világos szín itt most zöld. A sötét szín pedig ugyanúgy sötét fekete, mint szokott lenni. A sakk egy taktikai játék, gondolkodni kell benne. Meg kell fontolnod minden lépésedet. Hogy hogyan lépsz. Itt most a, ahogy látom, a huszár támadja ezt a parasztot. Úgyhogy... Hát, azzal nem túl célszerű lépni. Mondjuk, ha odavinném a futót, akkor megtámadhattám a lovat. Úgyhogy csak azt hozta ki. A futó átlósan lép. A huszár elalakban. Ohoho, rájött. Rájött, de amúgy egy paraszttal védem a futót, szóval. Szóval... Ha... Nem célszerű leütni a huszárt, az a lényeg. Ez egy speciális sakkjáték itt, ha leütitek az ellenfél bábújait, vagy az leüti a tieteket, akkor szinte haláli csata megy. Tehát, hogy egymást péppé fogják mosni. Na, hiába támadod a parasztot a lovaddal. Áhá, már két paraszt is védi. Na szóval a paraszt kezdéskor vagy egyet, vagy kettőt lép. Itt most, ha kettőt lépne, akkor mondjuk blokkolná ennek a kék parasztnak az útját. Ha egyet lépne ide, akkor megtámadná a lovat, de ha leütéssel is fenyegetné a huszárt, akkor meg a paraszt ütne vissza. Amint ha leütné, tehát nem ha fenyegetné, hát próbáljuk meg leütéssel, fenyegetjük a paraszt, lovát a paraszttal. A paraszt vagy egyet, vagy kettőt lép előre. A futó átlósan. A huszár elalakban. Tudjátok a sakkjáték szabályait. Na vissza is ment azért. Már úgy idő közben. De odalépett, hogy nehogy le tudjam ütni a futóval azt a parasztot, mert visszaütni a futót. A vezér akárhogy tud lépni. Akár egyenesen, akár átlósan, akár jobbra, akár balra, az tök mindegy. A bástya meg egyenesen. Gondolom úgyis ismeritek a sakkjáték szabályait. Akkor megtámadom ezt a parasztot. Megtehetem, mert védi a másik. Úgyhogy neki nem éri meg leütni, de bele is szaladt. Na látjátok, erről beszéltem, hogy véres csaták zajlanak le, mikor az egyik bábú leüti a másikat. Na mi van, ezzel nem számoltál, ugye? Hát ugye ló csak el a lakban lép, úgyhogy nem tudja azzal megtámadni. Úgyhogy előnyben vagyok. Kihozom ezt a parasztot, hogy visszaküldjem a lovat répát kapálni. Támadja ezt a parasztot. Úgyhogy hát én nem hagyom én ezt annyiban. Csak nem tudom most melyik bábúval kéne bevédeni. Ha a ló az... Ha ide lépnék a lóval, akkor... Nem jó. Akkor... Tehát nem hagyhatom mélytelenül.
Ezzel a lóval sem léphetek. Mondjuk a királlyal. Vagy ha kiosztam volna a vezér, de akkor ott megállta a király az útját. Ennek a lépésnek nem tudom mi volt az értelme. Ha meg akarja támadni a parasztot meg a lovat, akkor ki kellett volna hoznia a saját parasztját is. Bár mondjuk akkor sem tudna rátámadni az én parasztomra, mert... Tehát látjátok, hogy miért. Én is most kivinném ide a vezért. Mindegy, kiviszem akkor is. Ha ellép a paraszttal innen, vagy leütöm a parasztját, ami ott van. Sakkot adott, úgyhogy... Ezt blokkolni kéne valahogy. Hát csak a király léphet el, ahogy látom, de akkor meg veszélynek van kitéve a vezér. Futóval nem léphetek, csak a királlyal. Vissza. Akkor fenyegetettségnek van kitéve a vezér. A parasztot választja inkább. A parasztot választotta. A lóval most nem célszerű lépni, mert ott is támadásban van a vezére által. Ott is, meg ott is. Vagy ha odalépnék a lóval, és odavinném a vezért, akkor a ló az be tudná védeni. Na mit lépsz? Behozod ide a vezért? Nem ajánlom. Nem hozza be. Hanem támadja azt a mezőt, ahová akartam lépni a királynővel, úgyhogy én meghozom ide a bástyát. Akkor is, ha a fenyegetettség alatt áll. A királlyal visszaüthetem. Mert nem fog sakkban lenni. De ő nem azt választja, hanem azt, hogy így ad sakkot. Egy leggerinctelenebb módon. De mindegy. A vezérrel tudom blokkolni, úgyhogy blokkolom. Most láthatjátok a vezér-vezér csatát. Sakmat, beadta a sakmatot. Nézzétek meg, de jól tud játszani. Akkor enter, indítsuk egy újat. D paraszt lép egyet előre. Erre már megint jön a lóval. Megpróbálja betámadni itt ezt a mezőt. Azt ott. Csak én nem fogom ezt annyiban hagyni, előviszem a másikat. Így már előre léphetek, úgyhogy biztonságban érzi magát a paraszt. Úgyhogy neki már nem fogja megérni leütni.
ezért sose érdemes mindig nagyon előre kihozni. Oda lépek a lóval, akkor ezt meg tudom támadni. A ló az a huszár, igaz, hogy ebben a játékban nem ló alakja van. Na erre ő elkezdte bevédeni. A lovat védi ez a futó. Védi a futó, meg a vezér is. Sőt, a király is védi, tehát hármas védettség alatt áll a ló, úgyhogy neki azt nem érte volna meg leütni. Át kell gondolni egy lépést. Hát a lóval nem mehetek arrébb. Így blokkolnám a futót. Ott ugyanott lennék, mintha ezzel a huszárral lépnék. Ugye? Így védeném a parasztot. Egy esetleges támadástól. Bár már van védelme. Most mire is menjünk rá? Arra a lóra, vagy védjen be a parasztot. Vezért nem érdemes kihozni. Viszek előre egy parasztot inkább. Már hármas védettséget élvez. Erre ő is kihozott egy parasztot. Igaz, hogy a ló támadja ezt, így ezt a parasztot, meg azt is, de itt van egy paraszt, ami megvédi mindkettőt. Tehát neki nem nagyon éri meg leütni a lóval. Mert ez a paraszt védi a másik kettőt. Sőt, ez a paraszt védi ezt a parasztot. De nem, mert ez a paraszt védi ezt a előtte levő kettőt. És azzal támad, de mi van, mi lenne, ha betve át? Azzal nem mozdulhatok arrébb, mert akkor támadna a vezérrel. Akkor is, ha a király védi. Ja, nem a vezérrel támadna, hanem letámadná a vezéremet, úgyhogy vezér egyet előre, így majd támadásban áll két ló is. Na, mit csinálsz ki? Hozod a futót? Persze, hogy a futót hozza ki. Ezzel akarja megvédeni. Kihozom a bástyát és megtámadom azt a futót. Nem számítottál rá, de le foglak ütni a vezérrel. Hát, ez meg fogja keserülni. Leütöm a vezérrel. Nem számítottál rá, hogy a bástya védelem alatt áll. Itt a bosszú pillanata. Na most akkor a lovat meggyilkoltuk. Ez elsáncol. Ez a kék, ez elsáncol arrafelé. Mert hát van két parasztja, tudja, hogy van, ami megvédje az ő királyát.
Mi lenne, ha vezérrel nem üthetem le, mert ő akkor visszajut a lóval. Ha leütném a parasztot, azt védi a lóval, úgyhogy azt nem tehetem. Huszárral lépnék. Mi van, nem léphetek sehol a huszárral. De miért? Ja, azért, mert akkor sakkba kerülne a király a futó által, ezért nem léphetek a lóval. Értem. Akkor paraszt kettőt. F paraszt lépett kettőt előre. Hát feláldozta a lovát egy bástyáért. Vagy egy vezérnek odaadta. Visszajutni a paraszttal nem érné meg, úgyhogy lovval sem mehetek arrébb. Ha oda mennék a vezérrel, ez a buzi leütné. A futóval sem mehetek, úgyhogy mi van akkor, ha betámadom a futóját. Erre felé jön. De ott végül is azért nem érte volna megleütni neki a parasztot, mert védem a futóval. És továbbra is sakkban akar tartani. De én ide lépek, itt védem a vezérrel. Jól a parasztokra fáj a fogad? Igen. A parasztomra fáj a fogad? Te szar. Hát gondoljam át. Ha oda lépnék a vezérrel, akkor a bástya tuti, hogy leütné. Úgyhogy itt védelmet kéne kialakítani először is a vezér számára. A huszár nem tud most jól védeni. Itt van két paraszt. Előbb a parasztot kihozom onnan. Nagyon van, rámész a parasztra. Persze, hogy rámegy a parasztra. Nézzék csak. De igazán látványos csata jeleneteket tartalmaz. Rosszul gondolod azt, hogy be tud adni megint. Bár sakkban nem vagyok a legjobb. Mi van, védi a bástyáját. Itt támadna, ha ide lépnék a lóval, megtámadná a bástya, úgyhogy az nem jó. Ha ide, azzal védeném a parasztot. Ide neki nem éri meg bejönni, mert tudja, hogy le fogom ütni. A ló ott van végül is, úgyhogy nem állna sakkban. Oda nem léphetek, oda sem. Ott megvédeném azt a parasztot, de ki ellen védjen meg. Ha ide lépnék a futóval, azzal támadnám, megtámadnám a parasztját. Ha ide, akkor meg azt a parasztot támadnám meg. A királlyal oda lépnék, megtámadnám a futót. A
vezérvédelme alatt áll továbbra is. Megtámadnám a futóval, ezt tudja, hogy visszaüt, nem úgy, hogy még azelőtt hozom ide a vezért. Itt sem éri meg letámadni a na így most futó-futó harcot fogtok látni. Hogy forgatják egymásnak a kardját. És végül hatalmas villámcsapás. Na most támad le a futót, most támad le, hogy ott a vezér. A bástyával üti le. Legalább láttatok egy bástya futót is. Bástya futóharcot. Vezér megy oda, hogy betámadja a bástyát, mert ott a vezér támadás alatt volt, de a bástya nem. Igen, nem, de ott van a paraszt. Azt kéne betámadni először, azt a parasztot. Hogy onnan eltakarodjon. Jött ide a vezérrel, de most megtámadom ezzel is a parasztot, akkor is, ha a vezér fenyegetettsége alatt áll, ha ő leüti a arrébb lép a bástyával végül is, vagy betámadja a lovat. Bástya a lót is láttatok én már legalább. Hogy mozog a feje, utána le van ütve. De hát így most a vezér is támadja, hát végül is milyen szar lépést csinált már, nem? A vezér támadja, de védi a lóval, úgyhogy vezérrel nem ütök. Ott lett a futómra fáj a fogad, mi? Futóra fáj a fogad! Nem hagyom én ezt annyiban. Menjél csak vissza répát kapálni, úgy bizony. Megyek a vezérhez. Azt hitte, hogy leütheti a futómat. Hát kinek képzeli magát? Ahogy elvittem a... Már jönne a lóvét. Jönnél a huszárért. Azt akarod betámadni, mint a vezér. Oda még lehet lépni, mondjuk, meg oda is. Válasszuk a bástya támadást. Ha ő leütné a lomamat,
királlyal lebasznám a bástyáját onnan. Ott a vezér miatt sakk. Oda léphetek. Mondjuk. Úgyis blokkolja. Most, hogy sakkot adjon a vezérével. Nagyjából 10 éve tanultam meg a sakkot. Akkor is csak a lépéseket. Egybe lenyeli a vezért. Ez milyen támadás? Jó, hát akkor én meg leütöm a bástyádat. Na ezzel nem számolt, hogy védve van a vezér. Ezzel nem számolt. Nem számított rá, hogy védve van a vezér a király által. A király a varázspálcával már is rásuhint egy varázslatot. Úgy tűnik sakkot akar adni. Ide még visszaléphetek. Itt nem adhat sakkot, mert leütöm a bástyával. Itt megpróbálja betámadni a bástyát, hogy ne védhessem ki. De nem fogod ám betámadni a bástyámat. Inkább én támadom be a parasztokat. Na mit szólsz? Hé? Betámadom a parasztjait. Ebből látszik, hogy elhamarkodottan szoktam hozni döntéseket. Na mi van, jössz a vezérrel és leütöd a bástyát? Nem, inkább azt a parasztot választja, nézzük. Megint be fogja adni a mattot. Két parasztom mondjuk, ott van. Ott még van egy paraszt. Ha ide lépnék a bástyával, akkor azt ütné le. Ha nem, akkor meg a parasztot viszi. Leütném a parasztot, akkor a ló elvinné. Ha beállnék a királynő elé, akkor leütném a bástyát. Ha ide állnék be, akkor szintén leütné a királynő a bástyát. Ha ide lépnék, akkor szabadon garázdálkodhatna. Itt be tudnám támadni a lovat, de azt védi egy paraszttal. Paraszt ide. Oda már nem. Mert ott van támadás alatt van. Na most meg bástyámra fáj a foga, de onnan nem léphetek el, mert akkor sakkban lenne. Úgyhogy világos mezőre a királlyal
És erre kihozza a királyt. Mégse a bástyát ütötte le. Én amúgy védem a bástyát, tehát ez még jó is. Ha idehozom a királyt, oda a bástyát, hogy megtámadjam a vezért, ő leüt, én visszaütném. Nézzük meg, teszi-e, vagy nem. Ah, nem teszi meg. Nem teszi meg, mert számított rá. Na és most beadok neked egy sakkot. Ehhez mit szólsz? A vezér úgyis sötét mezőn van, úgyhogy... Lovak meg már elköltöztek onnan. Sakk. Na ezen mit kell gondolkodni, királlyal kell arrébb lépni. Mindegy, úgyse az a lényeg, hogy hogy játszok. Tudom, hogy szarul játszok, de hát... Ez van. Már csak király maradt, meg paraszt, úgyhogy... Királyt vigyük oda a paraszt közelébe. Mert ugye az szemtelen ló betámadja... Akkor legyen mivel megvédeni. Nem mehetek a közelébe, mert véd... kiblokkolja a vezérrel. Most a csaták, voltak a lényeg. Nem az, hogy hogy játszok. Hanem, hogy bemutassam a csatákat. Ez a szívás, mikor leütik az összes bábudat. Királynőt akarsz megint? Hogy annyira viszi előre a parasztot? Tudja, hogy királynővé akarja előléptetni. A parasztot nem üthetem le, mert akkor sakkba kerülne a király. Ha elé lépek, akkor már nem tudja behozni a parasztokat. Akkor még itt ad sakkot. Még úgyse a legutolsó sorban van azzal a paraszttal, még kell lépnie kettőt. Ahhoz, hogy vezér lehessen belőle. Oda nem léphetek, mert a paraszt miatt sok lenne. Ha oda lépnék, akkor meg már nem védeném ezt a mezőt.
Na ez a baj. És ezzel akarja beadni a sakmattot. Hát nyugodtan csak húzzuk el az időt. Addig. És persze, hogy nem üthet emlemet, akkor megint sakban lenne a király. Nosvágott sakk a futautól. Na végül mivé fogja előléptetni a parasztot, nézzük. Nem azt lépi. A vezérrel adott egy újabb sakkot. Oda nem léphetek, mert sakkba kerülnék. Megint. Úgyhogy muszáj vagyok odalépni. Előlépteted már azt a parasztot, vagy mi lesz? Nem, még mindig nem. Oda még nem léphetek? Ja, ott sakk a parasztól. Akkor ide legszélre. Na, mondtam, hogy vezért csinál belőle. Nézzétek meg a vezér király csatát is, mert bár a sakkban nem szabad leütni a királyt, de ebben a verzióban, ha sakmattot ad a királynak, bármelyik figura, akkor az le lesz ütve. Ezzel tudatja a játék, hogy az sakmat. Hát új játékban már nem kezdek bele, mert a felvétel már 38 perce tart. Ez egy sok gameplay volt. Én meg Taman 20 voltam. Sziasztok!